Félix, a közel 400 kg-os eurázsiai barna medve már izgatottan járkált a kifutójában, amikor a gyerekek elkezdték hívogatni társát. A 15 éves, közel 600 kg-os Kodiak medve, bár kicsit lomhán, de kijött. A gyerekek pedig egy kis énekléssel köszöntötték. Mackó, mackó, ugorjál, mackó, mackó, forogjál, tapsolj egyet, ugorj ki! Sziasztok, mackó! Sziasztok, mackó! A téli álom az emlős fajoknál szükségszerű alkalmazkodás az évszakváltás okozta táplálék hiányhoz, ezt pedig már a legkisebbek is jól tudják. Nem talál élelmet, halat eszik leginkább, mézet, csak hogy valahol nincs méz, mint a jegesmedvéknél, és nagyon jó élmény volt nézni, ahogy a medvék kicamognak. Meg ilyen bogyókkal is táplálkoznak, ilyen növényekkel, meg ilyesmikkel, meg szoktak olyat is, hogy így felemelik a lábukat, és akkor így dörgölőznek a fához, meg lecsücsülnek. Ami most a legfontosabb volt, hogy visszamegy a takuka a barlangjába. A népi hagyomány szerint ugyanis a téli álmot alvó medvék február 2-án hagyják el először a barlangjukat. Ha ilyenkor szép idő van, és a medve meglátja az árnyékát, megijed, és visszatér a barlangjába, mert a tél még sokáig elhúzódik. Ha viszont az idő borús, és a mackó nem látja az árnyékát, akkor kint marad. Ilyenkor arra számíthatunk, hogy hamarosan beköszönt a jó idő. Reményeink szerint hamarosan most már itt van a küszöbön a tavaszi időszak, mindenkinek elege van ebből a borús időszakból, és takuka, illetve Félix is ezt jósolta, hogy hamarosan március környékén már melegedni fog az idő. Amit láthatunk egyébként, hogy jóval lomhább teste mozgással rendelkeznek ilyenkor a barna medvék is, hiszen bár nem alszanak valódi téli álmot, ilyenkor az anyagcseréjük lelassul, és kevesebb tápanyagot is vesznek magukhoz. A medvék már nem akartak visszamenni a barlangba, szívesen maradtak a kifutójukban. A jóslást végző takuka pedig fel alá járkált a rácsok mellett, egyértelműen jelezve, jön a tavasz.